A következő percekben beszélgetést hallhatnak Székely János atyával az orosz-ukrán háborúról. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban a minnyájunkat érintő orosz-ukrán aktualitásokról szeretném kérdezni püspök atyát. Mi az előjáróban, amit az orosz-ukrán háború előzményeiről fontos lenne tudnunk? Honnan ered az ellentét, melyek a gyökerei ennek a kialakult állapotnak? Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tragikus és drámai eseményeknek vagyunk a tanúi, amelyek alig néhány száz kilométerre tőlünk történnek. Rengeteg ember veszíti el az életét, otthonát, a jövőjét. Üresek az üzletek, egy ország hatalmas nyomorral és óriási erőszak áradattal kell, hogy szembenézzen. Nyilvánvalóan az első válaszunk erre az eseménysorra az imádság, az együttérzés és a segítés. De emellett a mai napon próbáljuk megérteni a történetet. Ahogyan egy házasság történetében megérteni azt, hogy mi miért történik, vagy miért végződik tragikusan, fájdalmasan egy emberi kapcsolat, nagyon fontos érteni az esemény sort, érteni a két embernek a jellemét, az, hogy mi miért alakult ki, hogyan született a feszültség, a probléma két ember között. Vagy egy ember felnőtt döntéseit is akkor értjük meg, ha ismerjük a gyermekkorát, a jellemét, az életének a döntő eseményeit. És így van ez a mostani orosz-ukrán konfliktussal is. Ahhoz, hogy kicsit is értsük, tudnunk kell ennek a gyökerét, a történelmi sebeket és eseményeket. Ukrajna és Oroszország történetét megérteni nem könnyű. És én nem is vagyok ebben nagyon jártas szakember, annak ellenére, hogy Kárpátalján, tehát volt Szovjetunióban, illetőleg később Ukrajnában jártam több alkalommal is, és láttam nagyon sok mindent, illetőleg érzékeltem az ott élőknek a helyzetét és a problémáit. Döbbenetes volt egyébként látni a kinti kárpátaljai Magyar Katolikus Egyháznak az óriási hűségét, életerejét, amelyiknek nagyon sok papja vállalta a börtönt, illetőleg a száműzetés, Szibériát, gulágokat. Nagyon hősiesen álltak ki a hitük mellett. Elveszítették a templomaikat, és aztán drámai öröm volt, ahogy átélték a Szovjetunió megszűnése után a templomok újra megnyitását. Több karácsony előtt például gyóntattam, illetőleg szentmiséket mondtam különböző helyein Kárpátaljának. Egyik alkalommal egy idős bácsi vitt végig, négy napon át négy különböző faluban. Reggeltől az időseket látogattuk, akik már a szentmisére nem tudtak eljönni. Mindegyik faluban 30-40 emberhez elmentünk. Az idős bácsi fejből tudta az összes címet, nem kellett neki hozzá semmifajta füzet vagy feljegyzés. Este felé pedig, hogy 2:30-3 körül beültem a templomban a gyóntatószékbe, óriási tömegben jöttek a gyónok, hogy villámgyorsan kellett gyóntatni, és így tudtuk nagy nehezen 5 óra, 6 óra felé az esti szentmiséket elkezdeni. Zsúfolásig tele templom, és nagyon szívből jövő ének és imádság. Úgyhogy gyönyörű az ott élő maroknyi magyarságnak a hűsége a katolikus hitéhez. De visszatérve próbáljuk végigkövetni Ukrajnának és Oroszországnak a történetét. Nem könnyű ezt megérteni, próbálunk egy rövid képet adni erről. A Krisztus utáni első században érkeznek erre a területre az első szláv törzsek, vagyis az ősei a mai beloruszoknak, oroszoknak és ukránoknak. Ekkoriban valószínűleg még nincs közöttük különbség, se nyelvileg, se etnikailag, tehát egyetlen nagy néptömegnek a kisebb törzseiről van szó. Jóval később, 5. század
táján a Krím-félsziget keresztényé lesz, és a bizánci birodalomnak a része lesz. Egyébként a Krím-félsziget mindig egy kicsit önállóan mozgott a 2000 éves történelme folyamán, tehát nem volt szerves része se Ukrajnának, se Oroszországnak. Krisztus után 7. században nagyjából a mai Ukrajna területén létrejön az úgynevezett Kazár birodalom. Ez egy nagyon érdekes államalakulat volt. A vezető nemessége ugyanis átvette a zsidó vallást. A történelemben ez teljesen egyedülálló. Nem sokkal később a magyarok is átvonulnak a mai Ukrajna területén, etelközben, illetőleg Levédiában tartózkodnak rövidebb ideig. 9. században egy szintén nagyon érdekes esemény történik, vikingek, vagyis északról érkező germán törzsek érkeznek meg Kijev és a környékbeli területekre. Ennek a viking törzsnek a neve Varégok, elfoglalják Kijev városát, és megalapítanak egy fejedelemséget, amelyet Rusznak neveznek. Innen jön a Ruszland és az orosz elnevezés is. Vagyis ez nem egy szláv szó, hanem egy viking, vagyis norman szó. Finn nyelven mind a mai napig rusz, ezt jelenti, hogy svéd. Ezek a vikingek szövetkeznek a szlávokkal, tehát együtt hozzák létre ezt a fejedelmet. Mind a két csoportnak, vikingeknek és szlávoknak is döntő szerepük van ennek a kicsi fejedelemségnek a megalapításában. Egyre erősödnek, és 965-ben Krisztus után legyőzik a Kazár birodalmat, és tényképp ekkor születik meg az önálló nagy kijevi fejedelemség. Nem sokkal később, 988-ban, vagyis nagyjából Szent István korában Vlagyimir kijevi fejedelem fölveszi a kereszténységet, és az egész népét elvezeti az ortodox keresztény hitre, illetőleg Konstantinápolyhoz csatlakozva az ortodox egyháznak lesznek tagjai, ami egyébként akkor még egységes Rómával és a nyugati egyházzal. 1019-ben Kijev és Novgorod, tehát egy északi szláv fejedelemség egyesül, és létrejön az úgynevezett kijevi nagy fejedelemség, amely nagyjából a Ladoga-tótól, tehát a mai Finnország területétől, Moszkvát is beleértve, a mai Belorussziát és Ukrajnát is beleértve, egy hatalmas területen át egységbe foglalja az ott élő szláv törzseket. Vagyis ez az őse nem csak Ukrajnának, hanem Belorussziának és Oroszországnak is. Ez még egy egységes szláv nagy fejedelemség volt, tehát nem beszélhetünk még önállóan erről a három népről, illetőleg dialektusról. Ennek a nagy fejedelemségnek az egyik legfontosabb uralkodója Bölcs Jaroszláv volt 1016-tól 1054-ig, aki ennek a fejedelemségnek az aranykorát, a legerősebb, legragyogóbb, virágzóbb időszakát tudta elhozni. Nem sokkal később a kijevi nagyfejedelemség kis fejedelemségekre bomlik szét, esik szét. És 1238-ban, vagyis nem sokkal a mi tatárjárásunk előtt, ezt a vidéket is lerohanják a tatárok, a mongolok Batukánnak a vezetésével. Óriási pusztítást végeznek, rengeteg embert megölnek, és nagyon sokan menekülnek erről a területről, szlávok, nyugat felé. Őket nyugaton ruszinoknak, vagy ruténoknak nevezik. Tovább menve a történelemben, a 14. században Lengyelország és Litvánia nagyon-nagyon erősödik. Lengyelország meghódítja a tatároktól, vagyis a mongoloktól a területnek az északnyugati részét, amit Halicsnak neveznek. Litvánia meghódítja a tatároktól a mai Észak-Ukrajnát. És a moszkvai fejedelemség pedig meghódítja az országnak a közepét, Kijev fővárossal, illetőleg a környékbeli területekkel. Tehát lassanként a mongol, a tatár
uralom gyöngül, és helyette nem egy egységes Ukrajna jön létre, hanem három ország három oldalról darabokat hódít meg belőle: Lengyelország, Litvánia és a moszkvai fejedelemség. 1386-ban Lengyelország és Litvánia egyesül Szent Hedvignek köszönhetően is, és közösen birtokolják, tehát a mai Ukrajnának a teljes északnyugati területét. Közben a tatár birodalom meggyengül, és három darabra esik szét. Az egyik darabja a Krím félsziget, és itt élnek a krími tatárok, tehát ez a félsziget alapvetően tatárok lakta terület. 1475-től az oszmán, vagyis a török birodalomnak a része lesz, nagyon sokan át is térnek az iszlám hitre, ezek közül a krími tatárok közül. 16. században a törökök támadják Ukrajnának, a mai Ukrajnának a déli részét is, Lengyelország és Litvánia gyöngül, és létrejön a történelemben először egy önálló ukrán államalakulat 1648-ban, az úgynevezett kozák fejedelemség. Több mint 100 éven át képesek óriási harcok és hősiesség árán az önállóságukat megőrizni. Ketté vágják ezt a kozák fejedelemséget, a fele Lengyelország és Litvánia alá kerül, a másik fele pedig Moszkva alá kerül, tehát a nagy orosz birodalomnak lesz része, de egy bizonyos fajta önállóságot megőriz, ahogy említettem, több mint 100 éven át. Végül is Nagy Katalin orosz cárnő lesz az, aki végleg elfojtja és megsemmisíti ezt a kicsi önálló ukrán államot, amely sokkal kisebb területre terjed ki, mint a mai Ukrajna. Hogyan történik ez? Lengyelország Litvániát fölosztják három darabra: az Osztrák-Magyar Monarchia, Poroszország és az orosz cár között. És így megkapja 1772-ben Ausztria, illetőleg Habsburg Birodalom Galíciát, és egy kicsikét később, 1795-ben, mert több felosztása volt Lengyelországnak, Oroszország megkapja Ukrajnának a hatalmas keleti területeit. Próbálják itt az orosz nyelvet és az orosz kultúrát mindenfajta módon erőltetni. És ebben az időben kezd el az ukrán nemzeti öntudat is, és a nyelv igazából önállóvá válni, és erősebben a saját jogait, önállóságát keresni. Tulajdonképpen maga az ukrán népnév is először a 19. században, tehát nagyjából a magyar 48-as, 49-es forradalom, szabadságharc idejével egy időben születik a nemzeti öntudatra ébredés, a mi reformkorunkkal együtt, a magyar nyelvnek a nemzeti hivatalos nyelvé válásával együtt születik meg Ukrajnában is egyáltalán az ukrán népnév és a nyelvnek az ápolása, az önállóság keresése. Az orosz cárok mindenfajta módon ezt próbálják fékezni és megakadályozni. Tiltják például az ukrán nyelvű nyomtatást. Mindenáron kerülik az ukrán népnévnek a használatát, és kisoroszoknak nevezik az ukránokat. 1876-ban magát az ukrán nyelvet is betiltják. Megint csak milyen döbbenetes, hallunk a mai Ukrajnának a nyelvtörvényeiről az orosz nyelv ellen, de ennek van egy döbbenetes, fájdalmas előzménye, amikor az orosz cár tiltja be az ukrán nyelvet a teljes cári birodalomban. Így érkezünk el a kommunista forradalomig, 1917-ig, ami megdönti az orosz cárnak az uralmát, és ebben a hatalmi vákumban tulajdonképpen először a kozák kisfejedelemség után 1917-ben kikiáltják Ukrajna függetlenségét, tehát megszületik egy független ukrán állam 1917-ben. Nagyon rövid életű ez a kicsi állam, ugyanis a Vörös Hadsereg 1920-ban lerohanja ezt a területet is,
és a Nagy Szovjetunió részévé teszi. Nagyon figyelemre méltó, ami ezután történik, és nagyon sok mindent megmagyaráz a mostani konfliktusból. 1922-ben, tehát 2 évvel Ukrajna Szovjetunióba való annektálása után Lenin hozzátesz a hagyományos történelmi és etnikai ukrán területhez egy hatalmas nagy sávot, orosz lakta területeket, amelyek történelmileg és etnikailag nem voltak Ukrajna részei, olyan céllal, hogy itt is az orosz dominanciát, az oroszoknak a többségét és hatalmát erősítse, biztosítsa. Nem gondolták soha, hogy ebből valaha országhatár lesz. Tehát politikai hatalmi célokból egy óriási területet, a mai Ukrajnának kb. 1/3 területét csatolták az ukrán, nyilván Szovjetunión belüli köztársasághoz. Mégpedig a Donyeck medencét, Luhanszk és Donyeck városával, Harkov városát, a Krimfélsziget fölötti területeket, tehát egy nagyon vastag sávot a mai Ukrajna keleti és déli részén, Odessa városáig. Nem sokkal később, 1939-ben és 45-ben, tehát a II. Világháború idején Sztálin újabb területeket csatol Ukrajnához, nyilván Szovjetunión belül. Méghozzá keleti területeket, a mai Lviv városát és a Romániától meghódított területeket, amelyeket a szovjet hadsereg a világháború alatt Romániától elszakít, vagyis Észak-Bukovinát és Budják tartományt. 1954-ben pedig Hruscsov csatolja Ukrajnához, tulajdonképp a történelemben először, a Krímfélszigetet. Így jön létre nagyjából a mai Ukrajna területe. Vagyis ez egy hatalmas 40 milliós ország, amelynek kb. Az 1/3 az se történelmileg, se etnikailag nem volt az ukrán nemzetállamnak, vagy az ukrán nyelvterületnek a része. Egy kicsit tovább menve a Szovjetunió megszületése után a történelem eseményeiben. A szovjet kommunista pártállam nagyon-nagyon félt a nemzeti, etnikai érzésektől és a függetlenségi mozgalmaktól. Leginkább Ukrajnában, mert ez volt a legnagyobb köztársaság, vagy legnagyobb önálló egysége a szovjet birodalomnak. És ezért 1928 és 33 között egy rettenetes éhínség sorozatot provokált ki Ukrajna területén. Ezt az éhínséget holodomornak nevezik ukrán nyelven. Becslések szerint 6-7 millió ember lett ennek áldozata. Tehát embereknek a hatalmas tömege, rengeteg gyermek, rengeteg asszony halt éhen ezekben az években. A sztálini diktatúra idején szintén Ukrajna területét döbbenetes elnyomás és erőszak uralta. 1 millióra becsülik, egyesek szerint még ennél sokkal több a kivégzettek, illetőleg haláltáborba, vagy átnevelő táborba elhurcoltaknak a számát. Így éri meg Ukrajna a II. Világháborút. 1941-ben jön a hatalmas német invázió, amelynek a fő iránya pontosan ez a terület. Nagyon sokan, főleg Ukrajna nyugati részén szabadítóként fogadják a németeket. Tehát újonganak, hogy a rettenetes kommunista diktatúra alól a németek őket felszabadítják. Elég hamar aztán lecsökken ez a nagy lelkesedés, ugyanis a németek az egész területet borzalmasan kizsákmányolják, és nagyon sok kegyetlenséget is elkövetnek. 1943-ban a németek toboroznak SS katonákat Ukrajnában. A galíciai SS-t hozzák létre, vagyis önkénteseket várnak a német hadseregbe. És kb. 220 000 ukrán jelentkezik. Nagyon-nagyon sokan.
Ez akkora, mint a második magyar hadsereg, amelyik a Dona kanyarnál azt a tragikus áttörést végig kellett, hogy élje. Tehát egy hatalmas nagy ukrán hadsereg születik önkéntesekből a németek oldalán. Ez is az oka annak, hogy az orosz történelmi emlékezetben és hagyományban az ukránokat gyakran náciknak mondják. És egyáltalán a Ukrajnának a nyugatbarátságát, vagy az unióhoz való közeledését, Amerikához való közeledését nagyon negatívan ítélik meg emiatt a történelmi múlt miatt. Nyilvánvalóan az ukránokban, akik csatlakoztak ehhez a hat testhez, nem ilyesfajta érzések voltak, hanem a rettenetes, szörnyű szovjet hatalomtól akartak szabadulni. Ukrajna a második világháborúban döbbenetes veszteségeket élt át, kb. 8 millió halottja volt. 1991-ben lesz Ukrajna független állammá. Tulajdonképpen a történelemben először. Ahogy említettük, az előző függetlenség a kis kozák államnak a 100 éves léte egy sokkal kisebb területre terjedt ki, és tulajdonképpen nagyon hamar orosz fennhatóság alatt egy részleges önállóságot jelentett csak, illetőleg volt egy egészen rövid független időszak 17-től 20-ig, 1917-től 1920-ig a kommunista forradalom utáni években. De tulajdonképpen hosszabb függetlenséget Ukrajna történelemben először 1991-ben kap. Egy hatalmas nagy államot, amelynek a nagy része nem volt, vagy egy jelentős része nem volt történelmileg Ukrajna része. 1994-ben az ukrán állam beleegyezik abba, hogy az atomfegyvereket, amelyeket a Szovjetunió oda telepített, leszerelik. De ennek fejében kérnek egy garanciát, amit meg is kapnak a 94-es budapesti egyezményben, a területi integritásukról. Ezt a biztosítékot aláírják az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Oroszország és nyilvánvalóan Ukrajna. Azóta az ukrán politikában egy hatalmas kettészakítottság érződik, és ez minden választáson megnyilvánul. Ukrajnának a nyugati fele, amelyik valaha Lengyelország és Litvánia része volt, és amelynek sokkal több nyugati impulzus van a múltjában, ők próbálnak Európához, nyugathoz, a NATO-hoz, az Egyesült Államokhoz közeledni. És a választásokon mindig ilyesfajta jelölteket támogatnak. Az országnak pedig a nagyon vastag keleti és déli sávja, ahol nagyon sok orosz él. Ők általában az orosz párti politikusokat támogatják, illetőleg próbálják védeni az orosz nyelvet és az orosz kultúrát, amelybe ők beleszülettek és amelyben élnek. Az Egyesült Államok és a NATO igen gyakran a nyugatbarát politikusokat támogatja, azt gondolom, hogy sok esetben nagyon felelőtlen módon, fölbátorítva ezeket a politikai erőket, vagy belenyúlva egy nagyon bonyolult és nagyon törékeny országnak a belügyeibe, amelyet alig-alig ismernek. Így bátorították a narancsos forradalmat is, és aztán a majdani tüntetéseket Kijevben. A helyzetet nagyon-nagyon bonyolítja a gáz, illetőleg a nyersanyag lelőhelyeknek a nagyon nagy gazdagsága, és az, hogy az orosz gáznak egy nagyon nagy része Ukrajnán keresztül jutott el Európa felé. Nagyon sokfajta gáz vitája volt Ukrajnának Oroszországgal. Például 2005 telén Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy rengeteg gázt, amit ők szállítottak volna Európa felé, elloptak a vezetékekből. Ukrajna ezt eleinte tagadta, aztán később elismerte, hogy valóban olyan nagy hideg volt a tél folyamán, hogy nehezen tudta megoldani másképpen, és jelentős mennyiségű gázt egyszerűen kivett az oroszoktól Európa felé induló szállítmányokból. Emiatt dönt lassanként Oroszország úgy, hogy minden gázt Ukrajna kikerülésével
szállít nyugat felé, ezért építik az északi áramlatot, illetőleg Törökországon keresztül is épül gázvezeték. Egy másik olyan probléma, ami nagyon befolyásolja és szinte átláthatatlan módon az ukrajnai helyzetet, az pedig oligarcháknak, vagyis kiskirályoknak, gazdasági érdekeknek a harca egymás ellen. Ukrajna egy rendkívül gazdag állam lehetne, nagyon termékeny, a földterülete óriási mezőgazdasági termelésre lenne képes, és hatalmas szén, illetőleg kőolaj és földgáz tartalékai vannak. Óriási a harc ezekért, és mind a két oldalon, mind orosz, mind pedig nyugatbarát oldalon vannak a saját egyéni érdekeiket kereső oligarchák. 2014 februárjában hozza meg Ukrajna az első nagyon fájdalmas nyelvtörvényt. Tehát úgy érzik a nyugatbarát és nemzeti érzelmű politikusok, hogy ezt a nagy országot, amelyben annyi fajta nemzetiség és annyi történelmi múlt van, egybe kell gyúrni, egybe kell kovácsolni, ilyen módon, hogy az ukrán nyelv dominanciáját minél hamarabb elérjék és biztosítsák. A nyelvtörvénynek az egyik leglényegesebb pontja, hogy 5. osztálytól kezdve minden tantárgyat ukránul kell tanítani minden iskolában. És lehet tanítani nemzetiségi vagy kisebbségi nyelveket, de csak mind nyelvórát. Tehát az alaptantárgyakat mind ukránul kell tanítani. Illetőleg a sajtó és a tévé adásokat is nagyon nagy mértékben terelik ebbe az irányba. Ez az a törvény, ami tulajdonképpen nagyon kiélezi a feszültséget Ukrajnán belül. És nem sokkal később, szintén 2014-ben a krími félsziget kikiáltja maga függetlenségét. Egy referendum is megtörténik, a krími félszigeten a lakosság 96%-a dönt úgy, hogy szeretne Oroszországhoz csatlakozni és Ukrajnától elszakadni. És ugyanebben az évben a Donyeck medencében, vagyis Luhanszk és Donyeck városának a környékén elindul egy függetlenségi mozgalom. Ez a régió kb. 7 millió embert jelent, akiknek kb. 76%-a orosz, tehát nagyon nagy többségben orosz lakosság van itt jelen. Itt is van referendum, kb. 90% szavaz amellett, hogy Oroszországhoz szeretne tartozni. Nyilván a referendumban a nemzetközi közösség eléggé kételkedik, hogy mennyire nagy nyomás nehezedett itt, és milyen fajta információkat kaptak a szavazók. Tehát 2014-ben robban ki tulajdonképpen az ukrajnai háború, amely egy kicsi területet Kelet-Ukrajnában ezeknek a függetlenségi mozgalmaknak a fennhatósága alá helyez. A háborúnak 10 000 halálos áldozata volt eddig, és kb. 1,5 millió menekültje. A menekültek nyilván Ukrajnán belül is más helyekre mentek el, illetőleg 350 000 menekültek Oroszországba. 2022, vagyis idén február 21-én Oroszország elismerte ennek a két kicsi területnek, Luhanszk és Donyeck megye keleti felének a függetlenségét, vagy elismerte őket, mint önálló független államot. Február 24-én pedig Oroszország lerohanta Ukrajnát, ahogy ismerjük a fájdalmas, tragikus eseménysort az országnak több irányából, délről is, északról is és keletről is. Mit látunk ebben a hosszú történelemben? Azt, hogy rengeteg seb és egy nagyon bonyolult múlt áll Ukrajna mögött. Az első független kicsi ukrán állam a Kozák állam volt 1648-ban, és tulajdonképpen 91-től beszélhetünk a mai értelembe vett önálló független Ukrajnáról először. Rengeteg sérelem és fájdalom van Ukrajna és Oroszország között.
Gondolhatunk a szörnyű éhínségre, a 6-7 millió áldozattal, a sztálini diktatúrára, de akár a galiciai SS megszületésére is. Rengeteg féligasság, amit tanítanak mind a két oldalon, a gyerekeknek, fiataloknak a történelem órákon. Az oligarcháknak a nagyon önző és pusztító harca az ország erőforrásaiért. A bűnök sűrű és sötét szövedéke, ami kirajzolódik előttünk, egy nagyon bonyolult és nagyon törékeny államszervezet. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lett volna kiegyensúlyozott és nyugodt politikára Ukrajnában, olyasfajta politikára, amely egészen különleges módon figyel a hatalmas méretű orosz kisebbségnek az érdekeire és jogaira. Sajnos az orosz hatalomra törés és gazdasági érdekek mellett ennek a kiegyensúlyozott politikának a hiánya is az oka ennek a mostani véres háborúnak. Illetve ott van Oroszország, és illetve ott van a Nyugat. Mindkettőnek más az érdeke, és mindkettő más módon próbál nyomást gyakorolni, hiszen van egy orosz nagy számú, mégis kisebbség, aki Oroszország felé húz, és van egy ukrán nemzeti öntudat, aki pedig Nyugat-Európa felé. Ebből előbb vagy utóbb be kellett, hogy ez következzen. Ez a nemzetiségi háttere. Milyen egyházak vannak döntő többségében Ukrajnában, és milyen a közöttük lévő kapcsolat? Ez sem egy egyszerű kérdés. Nagyon-nagyon összetett, és lehet, hogy elsőre nem is könnyű ezt megérteni. Hagyományosan Ukrajnában a nagy ortodox egyház, tehát a kereszténység, a keresztény közösségnek a zöme Moszkva alá tartozott. És ezt megérteni talán nem elsőre könnyű, de ismét végig kell egy kicsit gondolnunk a történelmet. A 10. században megszületik, ahogy említettük, a kijevi nagyfejedelemség. És Konstantinápoly elismeri az önálló kijevi pátriárkát. Tehát megszületik egy önálló, nemzeti jellegű, ahogy az ortodoxiában szokásos, egy teljesen önálló ortodox egyházrész, amelynek a feje a kijevi pátriárka. Megérkeznek a tatárok, és kezdik elfoglalni a mai Ukrajnának a területét, illetőleg nagyon nagy részeket a mai Oroszországból is. Mindenki menekül, a pátriárka először a Vlagyimirbe, és később Moszkvába menekül. Tehát a kijevi pátriárka kerül át Moszkvába, és megőrzi az eddigi önállóságát. Vagyis a mostani moszkvai pátriárkának a történelmi gyökere az a kijevi. És egy természetes módon tartozott ez a terület Moszkva alá. 1596-ban a Nyugatnak a jelenléte miatt az ortodox keresztények egy nagyon jelentős része, aki hallgatja jezsuita és egyéb misszionáriusokat, illetve a lengyel atyákat, lassanként felismeri az egyház egységének az óriási kincsét, és visszatér Rómához. Létrejön a görög katolikus egyház Ukrajnában a Breszti Unióval, maga az akkori kijevi metropolita, aki Moszkva alá tartozott, ő is átjön katolikusnak. És rengeteg püspök, rengeteg pap. Tehát megszületik egy nagyon nagy görög katolikus egyház Ukrajna területén. 1620-ban, nem sokkal később, a konstantinápolyi pátriárka kinevez egy újabb ortodox kijevi metropolitát, püspököt a katolikus mellé. Tehát így jön létre egy önálló egyházfő, akit nem Moszkvából neveztek ki, mert a Moszkvából kinevezett áttért úgymond katolikusnak, vagy megszületett a görög katolikus egyház. Megszületik egy Konstantinápolyból kinevezett metropolita. 1654-ben, ahogy említettük, megszületik a kozák kicsi állam, amelynek a fővárosa egy idő után Kijev lesz. Mivel ez a kozák állam, legalábbis ennek egy jelentős része Moszkva alá fog tartozni, Moszkva lesz a protektora ennek a kicsi önálló ukrán államalakulatnak, ezért a kijevi
eredetileg Konstantinápolytól függő metropolita átkerül az orosz birodalom területére. És Konstantinápoly ezt el is ismeri, és átengedi ezt a területet az orosz, a moszkvai pátriárka alá. Tehát így születik meg Kijevben egy önálló ortodox egyházkerület, amelynek a vezetője a moszkvai pátriárka. 1990-ben, vagyis amikor lassanként Ukrajna függetlenedik, akkor a moszkvai pátriárka elismeri az ukrán ortodox egyháznak a viszonylagos függetlenségét. Megmarad az orosz ortodox egyháznak a része, és bizonyos értelemben függ a moszkvai pátriárkától, de egy jelentős belső önállóságot kap. Jó itt arra is emlékeznünk, hogy a szláv ortodoxiának, és egyáltalán az orosz ortodox egyháznak kb. Az egyharmadát tette ki Ukrajna. Tehát nagyon-nagyon jelentős mennyiségben ez az ortodox hívő tömeg. Ukrajna népességének kb. 75%-a tartozott ehhez az egyházhoz, vagyis az orosz pátriárkátus alátartozó ukrán ortodox egyházhoz. Ennek az egyháznak a papjai, mivel nagyon jelentős részben oroszok voltak, és az orosz területen is működtek, szót emelnek igen gyakran az orosz népesség és a kisebbség jogai mellett, vagy felszólalnak a nyelvtörvény ellen, és azt jogtalannak, igazságtalannak nevezik. 2018-ban, vagyis 4 évvel ezelőtt, egy papot, aki ebben nagyon-nagyon aktív volt, 6 évi börtönre is ítél az ukrán állam. Illetőleg az ukrán titkosszolgálat kezdi nyomozni, illetőleg figyelni a plébániákat és a papokat, hogy mennyiben oroszpárti módon prédikálnak, illetőleg hogyan hangolják át a népességet, esetleg Moszkva érdekei szerint. Tehát sajnos a nemzeti feszültség, a politikai feszültség megjelenik az egyházi életen belül is. És így jutunk el 2018. december 15-éig, ahol összejön Kijevben nagyon sok metropolita, püspök és pap, és létrehozzák az önálló ukrán ortodox egyházat, ami most már független teljesen Moszkvától. Tehát tulajdonképpen létrejön egy új egyházalakulat, amelyik az ukrán nemzeti érzést jobban ki tudja fejezni, és egy önálló új metropolitát választanak maguknak. Jelenleg is így van tehát Ukrajnában, hogy két nagy ortodox közösség van. Az egyik Moszkva alá tartozik, a másik pedig önálló és Kijev alá tartozik. 2019. januárjában Bartolomájosz, konstantinápolyi pátriárka elismerte ezt az új önálló ukrán egyházat, ami egyébként nem utolsó sorban Poroshenko elnöknek a nagyon nagy anyagi és mindenfajta támogatásával született meg. Tehát sajnos itt is nagyon erősen a politika befolyásolta az egyházi eseményeket. Jelenleg az ukrán ortodox egyháznak, tehát az önálló Moszkvától független ortodox egyháznak kb. 7000 temploma van, a Moszkva alá tartozónak pedig kb. 11000, tehát egy kicsikét több temploma van. Hogy még összetettebb legyen a történet, röviden azt is megemlítem, hogy 1921-ben, vagyis a Szovjetunió idejében már létrejött Kijevben egy ukrán önálló autokefál ortodox egyház is Moszkvával szemben. És a kommunista diktatúra egy ideig ezt kicsit támogatta is, ugyanis az ő fő ellenfelük a moszkvai, a nagy ortodox egyház volt. És ezt az önálló kicsi ukrán egyházat emiatt támogatták, aztán később őket is üldözték. 91-ben újra életre támad, ez a 21-ben létrejött önálló autokefál ukrán ortodox egyház, és aztán később 2018-ban ez is beolvad az ukrán ortodox, tehát a nemzeti érzelmű ortodox egyházba. Ilyen értelemben van tehát Ukrajnában két nagy ortodox egyház, egy Moszkva alá tartozó és egy Kijev alá tartozó, inkább nemzeti érzelmű,
És van egy nagyon nagy görög-katolikus egyház, szintén ukrán érzelmű. És vannak kisebb keresztény közösségek, így például a római katolikus magyar közösség Kárpátalján, illetőleg a görög-katolikus parókiáink is Kárpátalján. Tulajdonképpen egészen ideig arról beszéltünk, hogy sem nemzetiségben, sem vallásban nincs egy egységes, döntő többségű képviselet ebben az országban. Hát ilyen háttérrel, ilyen szituációban szinte előrevázolható volt, hogy előbb vagy utóbb ki fog robbanni egy nagyobb probléma, amiben most tulajdonképpen benne vagyunk. Az egyháznak van tanítása a nemzetek kapcsolatáról, az igazságosságról, vagy egyáltalán a nemzetek közötti béke fenntarthatóságáról? A Biblia alap üzenete az, hogy a béke az egyik legnagyobb ajándéka, illetőleg parancsa is Istennek. Isten országának, vagyis az ő jelenlétének itt a Földön az egyik legnagyobb áldása és gyümölcse a béke. Amikor majd együtt lakik farkas a bárányjal, párduc a gödőjével, ahogy mondja Izajás próféta, sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az én szent hegyemen. Minden vérben forgatott ruhát, minden háborúban viselt katonasarut elégetnek, tűzre vetnek. Kardjaikból ekevasat kovácsolnak, lándzsáikból szőlőmetsző késeket. Isten álma tehát a Földön a békesség, a szeretet, az igazságosság, a rend, a harmónia. Jézus Jeruzsálembe szamárháton vonul be. Nem lóháton, mint egy király, nem hadsereg élén, a béke királyaként jön. Azt tanítja az apostolainak, ha belépnek egy házba, mondják azt, békesség e háznak. A nyolc boldogságban erre tanítja a világot, boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. A katolikus egyháznak ősi időktől fogva nagyon alapvető tanítása az, hogy a háború sohasem lehet megfelelő eszköz a nemzetek közötti konfliktusok megoldására. Ahogy ezt nagyon nyíltan II. János Pál pápa újra és újra kimondta. Szintén ő tanította azt, hogy egy háború egy idő után értelmetlen vérfürdővé válik. Újabb és még összetettebb konfliktusokat okoz. Egy olyan kalandá válik, ahonnan nincs visszaút. És szintén II. János Pál pápa mondta, az erőszak méltatlan az emberhez. Ugyanakkor a katolikus egyházunk tanította, illetőleg tanítja azt, hogy van joga a gyöngének védekezni. Abban az esetben, ha minden más eszközt kimerített a konfliktus megoldására, tehát védekező háborúra, ilyen esetben van joga egy országnak, ha van esélye a sikerre ebből a háborúból, és hogyha az okozott kár a háború folytán nem nagyobb, mint a támadás okozta rossz, illetőleg hátrány. Katolikus egyházunk azt is tanítja, hogy minden katona és minden állampolgár köteles a parancsot megtagadni, akkor, hogyha igazságtalan, embertelen háborúba vagy cselekedetre kényszerítenék őt. Tehát minden katonát végső soron a lelki ismerete alapján ítél meg az Isten, és azt kell követnie. Nem szabad emberiség ellenes vagy igazságtalan tetteket, illetőleg ilyen háborús cselekményeket végrehajtania. Szintén tanítja a katolikus egyházunk, hogy a fegyveres szolgálatot megtagadni minden embernek alapvető joga, és köteles minden állam ezt a jogot biztosítani az állampolgárai számára, és helyette biztosítani a civil szolgálatnak a lehetőségét. Azt is tanítja az egyházunk, hogy a nemzetközi közösség kötelessége egy kisebb népcsoportnak, országnak vagy területnek a jogait megvédeni, akkor, hogyha annak a csoportnak a legalapvetőbb emberi jogai túlélése veszélybe kerül, vagy pedig népirtás áldozatává válna. Vagyis kötelesek a föld országai segíteni ilyen esetekben ennek a veszélybe került népcsoportnak. Arra is tanít
a katolikus egyházunk, hogy lehet az agresszor ellen szankciókat bevezetni, ugyanakkor nagyon kell arra figyelni, tehát nagyon óvatossággal kell ezt esetleg megtenni, ugyanis igen gyakran a szankciók egy egész népcsoportot, egy egész országot büntetnek. Nem is annyira az agresszorokat, hanem igen gyakran a szegény, egyszerű embert. Vagyis nagyon gyakran a szankciók nem érik el a céljukat, csak óriási szenvedést okoznak emberek millióinak. Az egyházunk tehát ezt tanítja, hogy szankciókat csak akkor szabad bevezetni, ha ezek időben nagyon is korlátozottak, és tudják őket célozni a valóban agressziót elkövető vezetők felé. A katolikus egyház azt is tanítja, hogy a béke az igazságosság gyümölcse. Vagyis akkor lesz a Földön igazi békesség, ha az Isten által adott rend és harmónia megvalósul, az emberi személy méltósága és az Úristen alaptörvényei megvalósulnak az emberek és a nemzetek életében is. Akkor lesz a Földön béke, ha a nemzetek jogait mindenütt a Földön tiszteletben tartják. Mik a nemzetek jogai? Az egyházunk tanítása szerint a nemzeti közösségnek joga van az önállóságra, a függetlenségre, vagyis arra, hogy a saját életét maga tervezhesse, és ezen belül leginkább a nyelve használatára, a kultúrája kibontakoztatására, arra, hogy a nevelést, vagyis az iskolarendszert a maga elképzelése értékei szerint építhesse föl. Talán az is el kellene gondolkodni az emberiségnek, hogy a jelenlegi országhatárok ők nem mindig az igazságosság kifejezői, hanem igen gyakran esetlegesek és igazságtalanok. Gondolhatunk például a hatalmas kurd népre, amelynek nincs országa. És ki kellene találnia az emberiségnek egy olyasfajta szabály, illetőleg eljárásrendszert, ami kényszerítő erővel el tudná azt érni, hogy egy-egy ilyen nagyobb népcsoportnak, akinek az önállósága, függetlensége pontosan az igazságtalan határok miatt nincsen biztosítva, legyen lehetősége arra, hogy háború nélkül, népszavazásokkal, vagy másfajta módon elérhesse azt, hogy a nemzeti önállóságát, függetlenségét megéli és biztosítja. Döbbenetes az, ami a határainkon túl történik, hatalmas tragédiák, amiket talán alig tudunk fölmérni. Teljesen üres üzletek, rengeteg ember, aki az otthonát elveszítette, kétségbe esetten gondol a besorozott rokonra, testvérre, férjre, édesapára. A legfőbb kötelességünk ebben a helyzetben tenni és segíteni, vagyis szállást adni, élelmet adni, és leginkább gondoskodni azokról, akik hosszú távon nem tudnak majd az otthonukba, a hazájukba visszatérni. Megoldani az ő iskolai oktatásukat, munkahely keresésüket, lakhatásukat. Lengyelország az utóbbi néhány hétben 650 ezer ukrán menekültet fogadott be, Magyarország pedig 110 ezeret. Óriási kihívás ez a magyar egyházaknak és az egész magyar társadalomnak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy örömteli az a nagyon nagy nyitottság, amellyel rengetegen segítenek. Talán egy kicsit gyógyítja is a társadalomban azt a túlzott negatív hozzáállást, amit minden bevándorló felé súlykoltak belénk, és nyitja a szívünket a rászoruló megsegítése felé. Próbáljunk segítséget nyújtani, ahogy tesszük ezt a Szombathelyi Egyházmegyében is. Megnyitottuk már az Annunciáta házat, amely egy nagy nővérkolostor, a püspök Molnári plébániát és a Celdömölki kolostor, de ha szükség lesz rá, akkor még több helyen, például az acsádi volt katolikus iskola épületében is fogadunk menekülteket. Aki csak tud, nyújtson segítséget ebben a nagy humanitárius katasztrófában, enyhítsük ilyen módon is a háború által okozott sebeket. Nem is csak azzal, amit adunk, hanem talán sokszor az emberségünkkel. Egyik önkéntes a nyugati pályaudvaron elmondta, hogy kárpátaljai magyar asszony
jött kétségbeesve, és elpanaszolhatta a maga sorsát, a maga baját. Ő vagy 20-30 percen át más se tett, csak hallgatta. Az asszony elsírta magát, átölelték egymást. Talán erre volt a legnagyobb szüksége, azok után a szörnyű napok és az utazás, meg az otthon elveszítése után, amit átélt, és amit a szívében, mint óriási seb hordozott. Két dolgot tehetünk hát. Az egyik, hogy a gyakorlatban megéljük a hitünket, és amivel tudjuk, segítjük ezeknek az embereknek a további boldogulását a jövőben. A másik pedig az, hogy imádkozunk egy olyan lehetőségért, amiben ezek a nemzetek újra definiálhatják magukat békében. Óriási a felelőssége a népek vezetőinek, annak a fajta stílusnak, mentalitásnak, amit sugároznak a nemzetek fölé, ahogy látjuk, hogy a magyar történelemben milyen áldás volt Szent István királynak a tisztánlátása, a mély keresztény hite, vagy Rákóczi Ferenc, vagy a nemzetünk legnagyobbjai, Széchenyi István. Azt gondolom, hogy Ukrajnának is óriási áldás lenne, és Oroszországnak is. Ha lennének bölcs, békés, igazságot kereső vezetői, talán a legfontosabb lenne az áldozatok után ezért imádkozni a háborúnak a sebei gyógyulása mellett, azért könyörögni, adjon az Úristen békességszerző és igazságos vezetőket minden nép számára. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, a következő adásunkban folytatjuk Püspök atyával a Szentírás megismerését. Én hálásan köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Beszélgetést hallhattak Székely János atyával az orosz-ukrán háborúról.